Nos, lányok, készen álltok a leánybúcsúra? Igen! Első mennyasszony! Második! Harmadik! Negyedik! És a fő, a negyedik, én vagyok! Ebbjegyző, tudod, a lánybúcsú jobb lesz, mint a legénybúcsú! Biztos! Persze, hogy hűvösebben leszünk, nem fognak semmi normálisra gondolni. Rendben, menjünk! Ma este sok klassz versenyünk lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, ki mit fog csinálni, kivel. Tegyük ezt a lánybúcsút a lehető legkirályabbá! Igen! Srácok, ideges vagyok. A lányok biztos kitaláltak valami klaszt. Mi pedig Mike tanárról ennél jobbat fogunk csinálni. Mike tanárról mi mindenre gondolunk. Higgy el, mindenkinek leesik az áll, amikor meglátja a szépségünket. Szépség, gyere elő! Szépség! Sziasztok, srácok! Hello, Mike tanár úr. Tommy, Mike tanár úr. Ő a mai szépségünk. Hé, srácok, ez egy nagyszerű nap ma. Szerencsések vagyunk a mai lány és legény búcsúkhoz. Abby edző lány búcsúja. És Mr. Mike legény búcsúja. Wow! A legény búcsú menőbb! A csajos esték. Ma este nagyon sok versenyünk lesz. És ezeken mindenki részt vesz majd. Lássuk, milyen versenyekkel készültek Abby és a lányok, valamint Mike tanárul és a fiú. Wow! Szóval, ismerjétek meg a mennyasszonyunkat és barátait. A mennyasszonyunk Abby edző a legjobb! A mennyasszonyunk Abby edző a legjobb! Hé, mindenki! És hol a vőlegény? Biztos elszúrt valamit. Igen! Még nem tudjuk, de hamarosan meglátjuk. Ki várja a vőlegényünket? Mi vagyunk! Vőlegény, jössz meglátogatni a mennyasszonyodat? Szóval ismerjétek meg a vőlegényt, Mike-ot és a kosarasokat. A vőlegény fantasztikus, Mike dögös. Mike a legjobb. Mike tanár úr jó munkát végzett, egy gyönyörű lányjal jött. Igen, mi vagyunk a legjobbak. Várjatok, srácok, értem én, hogy egy csinos lányjal van, de van egy balesetünk is. Kabala! Versenyeket akarok, alig várom a versenyeket. Szöszi, mik a versenyek? Remélem csókosak. Fiú, kinek a lépése tetszik jobban, a mennyasszonyé vagy a vőlegény? Természetesen a vőlegény. Nézd, milyen csinos lányt kapott. Tehát a versenyek előtt szeretnénk, ha a vőlegény és a mennyasszony meglepetést okozna. Ki elkészen arra, hogy elsőként mutassa meg a meglepetést? Szerintem a vőlegénynek kellene először megmutatni a meglepetést. És mi a lányokkal együtt fogjuk megítélni. Igen! Abby, nagyon szeretlek, és egy meglepetéssel készültem neked. Tánccal ezzel a gyönyörű lányjal, de ne legy féltékeny. Abby? Nem vagyok féltékeny, gyerünk, csinálj egy kis szelet. Hú! És a crash kopasz. Még kopaszon is dögös vagyok. A fenébe, olyan jól csinálják, főleg a jelmezzel. Nem szúrhatjuk el, nekünk kell a legjobbnak és a legviccesebbnek lennünk. A mennyasszony jobb! A mennyasszony jobb! Nem, lányok, a vőlegény király! Nos, srácok, most láttuk a meglepetést a vőlegény oldaláról. Na és mi a mennyasszony meglepetése? Köszönöm a táncot. Abby, hol a meglepetés? A vőlegénynek is tartogatunk meglepetést, a legszebb lányoktól a legmenőbb táncot. Mennyasszony! Nos, kosarasok és a vőlegény, elfogadjátok a meglepetést a mennyasszonytól és a barátaitól? Igen! És most azt szeretnénk, ha valaki feladatot adna a mennyasszonynak és a barátnőinek. Én tudom, hogy milyen feladat fogja őket megdöbbenteni. Mi az? Majd meglátod. Megtehetjük. Megtehetitek, békák. Megtehetitek, békák. A francba, a békák valószínűleg szuper nehéz feladat elé állítanak lányok, minket. Minden rendben, túljutunk ezen. Azt akarjuk, hogy a mennyasszony barátnői lúzereket és focistákat csókolgassanak. Abby edzőnek pedig Ice-al kell. Igen. Ice. Gyerünk, lányok, vagy visszaléptek? Nos, gyerünk, békák, meg tudjuk csinálni.
Ugye nem bánjátok, fiúk, ez csak egy feladat. A francba, békák, megszívtátok. Mi is szeretünk téged, Loren. Senki sem fogja megcsokolni a szemöldökömet. Gyigyi, nyugi, ez csak egy feladat. Lányok, ne az ajkatokon, kérem. Lányok, nyugodjatok meg. Ez csak egy feladat. Megcsináltuk, békák. Ebi edző, túl szégyellős vagy ahhoz, hogy megted. Nem engedem, hogy bárki megcsokolja az ájszomat. Nézd, Pizza, ez egy feladat, és miattad fogok elbukni. Pizza, hadd csokolja meg a mennyasszonyt, feladatot kell teljesítenie. Nos, békalányok, ez a feladat nem volt kellemes számomra, nagyon féltékeny vagyok. Megcsináltuk, békák! Lefogadjuk, hogy igen. Már hozzászokhattál, Bunny. A következő feladat tehát a vőlegény csapatáé. Ki végezte el a feladatot? Nekem. Van egy feladatom a vőlegénynek. Vőlegény, fel kell ismerned a mennyasszonyodat a súlyáról. Meg tudod csinálni? Egyszerű. A vőlegény meg tudja csinálni. Ismeri a mennyasszony súlyát. Itt van a szemkötője, Májtanár úr. Nos, lányok, ki áll készen arra, hogy részt vegyen ebben a versenyben? Mindenki! Mike tanár úr, ez nem lesz könnyű. Meg tudom csinálni. Gyerünk! Nos, Mr. Mike, itt az első lány. Ragadja meg most! Oké, ez nem Abby. Oké, a következő. Nos, ez lehet, hogy Abby. Nem. Nos, talán megpróbálod még egyszer a következő. Vigyétek! Na, próbáljuk! Gyerünk! Ez a feladat nagyon bonyolult. Nos... Gyerünk, következő lány! Abby volt az? Nos, az előzővel kapcsolatban elgondolkodtam. Oké, a következő. Mike tanár úr, erre a kezeket! Jaj! Miért ütögetnék? A következő! Ó, ez biztos, hogy Abby. Nem, biztos, hogy Abby gondolja? Biztos, hogy benne. Igen. Ó, Mr. Mike! Nos, Mr. Mike, nyissa ki a szemét, és nézzen a mennyasszonyára. Ez Nastya! Ezt elhibázta. Elcseszted, Mike tanár úr. Mike, nem emlékszel a súlyomra? 45 kiló vagyok, Nastya 46. Én könnyebb vagyok. De akkor is hozzám jössz feleségül, ugye? Mike, csináld meg a feladatokat, vagy meggondolom magam. Következő feladat! És most a forró szék kihívás. Abby mennyasszony és a barátnői válaszolnak égető kérdéseinkre. Srácok, csak ne túl forró kérdéseket, oké? Abby edző, semmi izgulás. Van egy kérdésem, Abby edző, ha lesz egy kisbabája, melyik lányt fogja keresztanyjának választani? Ha gyerekem lesz, Dianát fogom keresztülőnek fogadni. És mi? Ti meg babysitterek lesztek. Abby edző, ha ennyire szereti Mike tanár urat, akkor válaszoljon a kérdésre. Mekkora a cipő mérete? Abby, te is tudod, ne feledd! A lába azt hiszem fél méteres. Abby edző, hát nem emlékszel? Esküvői cipőt vettünk neki. A mérete 45-ös. Ah, 45-ös. Ah, juppi! És mi az, hogy Abby edző hozzámegy Mr. Mike-hoz, de nem emlékszik a cipő méretére? Mindenre emlékszem, amikor megvettük a cipőt, 50 cm-es volt, meghosszabbított orrrésszel. Következő kérdés! Gyerünk! Rendben! Abby edző, kiről álmodik Mike tanár úr? Fiúról vagy lányról? Ezt egyszer már elmondta nekünk, így már tudjuk. Abby, én hiszek benned! Tanár úr elmondta, hogy kiről álmodozik? Nem, de kitalálja. Mike és én egy lányról és három fiúról álmodunk. Mi az? A sok gyerek jó dolog. Valójában egy fiúról álmodtam. Nos, már erről álmodott. Következő kérdés. Koszorús lányok, nekem is van egy kérdésem. Mi Mike tanár úr kedvenc étele, amit gyakran rendel a kávézómban? Abby? Lányok, fogalmam sincs. Nos, lányok, próbáljátok meg emlékezni. Pizza, carbonara. Arra van szükségünk, amit a leggyakrabban rendel. Azt hiszem, leggyakrabban gyümölcssalátát rendel. Mike tanár úr leggyakrabban ice kávézójában rendel. Gyümölcssalátát. Nem, leggyakrabban borsó kocsonyát rendel. Szóval ő az, akinek a borsót beáztatod. Igen, csak Mike tanár úrnak. Van még kérdés? Nincsen kérdés. Nos, a mennyasszonyunk teljesítette a feladatot, a vőlegény pedig minden feladatot teljesített. És most? És most mi lányok, leányok?
lány búcsút tartunk a lányszobánkban, a fiúk pedig legény búcsút tartanak a kék házban. Lányok, gyerünk! Nos, srácok, megyünk a kék házba? A vőlegény fantasztikus! Mike, a legjobb! Lányok, elmentük a legény búcsúra! Lányok, miért ülünk? Mindezt egy leánybúcsú miatt! Nos, Abby edző, holnap férjhez mész. Ma azt javaslom, hogy meséljünk egymásnak az első szerelmünkről. Ne aggódj, Mike tanár úr nem fog tudni róla. És ha elárulod, akkor most már az ajtón kívül leszel. Az első szerelmem tehát egy gyerektáborban volt. Szurkoló táborba jártunk oda. A barátnőimmel elmentünk egy diszkóba, és ott megláttam őt. Bobnak hívták, meghívott egy lassú táncra. Én teljesen beleszerettem, ő pedig belém. Ez teljesen szerelem volt első látásra. Véleményem szerint szinte mindenkinek volt ilyen első szerelme. Nem, nekem teljesen más volt. Nos, Knopa, mondd csak, ki volt az első szerelmed? Mindenkit érdekel. Mindegy, igazából a bölcsőben történt. Egymás mellett ültünk a Billin. A többit nem mondom el. Tudod, hogy értem, felborította a Billit, én meg bajba kerültem. Bejött az övön és kiabált velünk, de mi egymásba szerettünk. Menőbbek vagyunk, mint a lányok! Férfiak! Knopa, az első szerelmi történet túlságosan gyerekes. És most elmesélem az első szerelmem történetét. Én Diana történetét már ismerem. Fogd be, érdekes hallgatni. Tudom. Szóval... Jól figyeljetek! Az első szerelmem 9 éves koromban volt. Ez a fiú 11 éves volt. Először barátok voltunk, és minden rendben volt. De valahogy azt írta nekem WhatsAppon, hogy találkozni akar velem a garázsok mögött, és megcsókolni. Hát, akkor már nem kommunikáltam vele. Anyukám rájött. És úgy általában most már nem értem, hogy tudtam egyszer szeretni őt. Nem értem, beleszerettetek egymásba, vagy sem? Szerettem őt, amíg barátok voltunk. Aztán, amikor csókot kért tőlem, azonnal megszűntem kedvelni. Nászja, neked van első szerelmed? Ó, lányok, ez egy nagyon hosszú történet, és akkoriban 13 éves voltam. Mesélj róla! A lánybúcsúra jöttünk! Miért nem hívtál meg minket azonnal? Talán azért, mert nem túl kellemes feladatot adtál neki. Békák, szégyeljétek magatokat! Rendben, békák, foglaljatok helyet, az első szerelemről beszélgetünk. Halljuk a történeteiket. Szívesen elmondjuk! Már régóta várunk erre, de hallani fogok a békák első szerelméről. És most jöhet a móka, ki a menőbb tánc és a pompázóval! Osztja! Ez az! Oh, no, ne! Wow! Micsoda tánc! Yeah! Wow! Ez az! Wow! Ez az! Asta! Most Mike tanár úr jön! Mike tanár úr holnap megházasodik! Ez az! Olyan őrült történetem van, egyszer a szomszédommal egész éjszakára bezárkoztunk a pincébe, a szüleink kerestek minket, és egész éjjel egymást bámultuk. Olyan érdekes volt. Hűha, emlékszem, ahogy anyukát felhívta, az én anyukámat is sírt, hogy hol van Szöszi, hol van Szöszi. Te és a szomszédot pedig a pincében ültetek, és a katonásit játszottátok. Ez egy klassz történet, Szöszi. Még mindig szeretem őt, de nem tudom, hová tűnt. Oké, értem én. A lánybúcsú egész éjjel tart. Most a focisták fognak felzárkózni. Sziasztok, jöttünk a lánybúcsúztatóra. Srácok, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új menő epizódjainkat. Maradjatok velünk, mert jön az új epizód Abby edző és Mike tanár úr esküvőjéről. Sziasztok! Meséljen még valaki. Foglaljatok helyet.